Hia ora! Nao maiki hunzo auraki! Üdvözöllek! Ebben a részben a hosszú fehér felhő, vagyis Új-Zéland földjén az auraki állatkertben kerül bemutatásra az a madárka, amelyik megnyerte a legutóbbi szavazást. Az északi szigeti barna kivi a madarak osztályának strucc alakúak rendjébe tartozik, és azon belül a kivifélék családjának tagja. Sokáig a barna kivi az Apteryx australis alfajának számított. Új-Zéland endemikus faja, jelen tudományos neve Apteryx mantelli, de régebben Apteryx bullerinek is hívták, ezért régebbi írásokban még mindig jelenhet meg az utóbbi névvel. Habár a barna kivit az angol botanikus és zoológus George Kearsley Shaw írta le 1813-ban egy Barclay kapitány által befogott példány alapján, az északi szigeti fajt először a brit zoológus állatkitömés megfigyelő Abraham D. Bartlett írta le 1852-ben, habár akkor még alfajnak sem akarták elismerni. 2000-ig úgy gondolták, hogy a barna kivi, akkori tudományos nevén Apteryx australis, az északi szigeti barna kivi mellett a barna kivit, más néven csíkos kivit, avagy maori nyelven tokoékát, és az okaritói barna kivit, más néven rovit is magába foglalja. Az említett fajok mindegyikéből származó genetikai kódok vizsgálatával azonban megállapították, hogy a tokoéka egy különálló faj, így ez kapta az Apteryx australis nevet, míg az északi szigeti faj a jelenlegi Apteryx mantelli néven maradt. Ezek után a rovival végeztek hasonló vizsgálatot, és megállapították, hogy az is egy külön faj, így Apteryx rovi névvel kiemelték az alfajok közül. 2004-ben egy sérült madarat találtak fehér csíkokkal a feje körül, és a Massey Egyetemen vizsgálták. A fehér tollazat valószínűleg egy ritkán látható genetikai variációnak köszönhető, amelyet néha részleges albinóként írnak le. Kevés dokumentált eset létezik, csak egy festményt találtak Ötorohangában a 18. században, és egy példányt a Canterbury Múzeumban. A sérült madár felépült és tenyésztési programba került. Tudományos nevéből az Apteryx görög eredetű jelentése szánytalan. A kivi név a hím csengő hívásából származik. A tojok rekettes torkú kiáltással válaszolnak, amit egy rendkívül régi rozsdás istálóajtó kinyitása okozta hanghoz hasonlítanak. A háttérben előbb a hím hangjai hallhatóak. Másodjára a tojó hangjai. A hangokat az Új-Zélandi Természetvédelmi Osztály, vagyis a Department of Conservation New Zealand, röviden DOC weboldaláról kölcsönöztem. A weboldalukat megtalálod a leírásban, ahol a kivik dala mellett meghallgathatod Új-Zéland más madarainak énekét is. Ezek a hívások lehetővé teszik a pász számára, hogy megjelöljék a területeiket, és kapcsolatban maradjanak, miközben külön táplálkoznak. Mindkét nem különféle morgást és sziszegést produkálhat, és gyakran hallhatóan szipog, amikor táplálékot keres. A szippantást az orjukak mögötti szelep nyitása és zárása okozhatja, amely megakadályozza, hogy a madár belélegezze a szennyeződést és a törmeléket, miközben megvizsgálja a talajt és a lombhulladékot. Az északi-szigeti barna kivi az északi-sziget számos részén megtalálható, beleértve a sziget északi és a keleti régióit, a Coromandel-félszigetet, az Aroha-szigetet, a Little Barrier-szigetet, a Kawau-szigetet, a Ponui-szigetet és a délen fekvő Whanganui régiót. Nem csak északi, de éjszakai madár is. Alkalmazkodott a cseri és mezőgazdasági területekhez, egzotikus fenyőültetvényekhez és az őshonos erdőkben való élethez egyaránt, de a sűrű, szubtrópusi és mérsékeltövi erdőket kedveli a legjobban. Territoriális madár, a párok az éles karmaikkal védik saját területüket. Ez a legnagyobb populációval rendelkező kiviféle és az egyetlen kivifaj, amely megtalálható nemzetközi állatkertekben is. Emellett világrekordot is tart, ugyanis az északi-szigeti barna kivi tolja a testméretéhez képest a legnagyobb tojást.
A tojása a saját súlyának 15-20%-a. Az északi-szigeti barna kivitt tojók átlagmagassága körülbelül 40 cm, és körülbelül 2,8 kg-osak, míg a hímek kisebbek és kb. 2,2 kilóval alul maradnak. Általában kisebbre nőnek, mint a déli szigeten élő barna kivi egyedei, viszont ritkán mégis elérik ugyanazt a méretet is, ami akár 60 centi körül is lehet. Sötét barna tüskés tollai vöröses barnával és feketével vannak csíkozva, hosszú halvány csőre és rövid sötét lábai vannak, lábujjain karmok. Látása gyenge, de szaglása jó, és újabb egyediségként a madarak között az orjukai a hosszú csőre hegyén találhatók. Évente 2-3 alkalommal tojik, minden alkalommal 2 tojást, általában olyan oduban, ahol a környező lombozatnak volt ideje felnőni és alaposan eltakarni a bejáratot. A kamrában mindkét egyed elfér, és egyetlen változó méretű maximum 2 méter hosszú folyosó köti össze a külvilággal. Ez lehet földbe vájva, fákban vagy fák gyökerei alatt. A tojó a két tojást nem egyszerre, hanem 25-36 napos eltéréssel tolja. Hatalmas tojása kitörti a teljes borda alatti részét, ez pedig megnehezíti a légzését és a mozgását is. A tojó fészekhagyó, a tojások termelése feléli az energiáit, ezért a költést a hím vállalja át. A kivik esetében tart a legtöbb időt a tojások költése is, ez általában 68 és 91 nap közötti periódus. A kivi fiókának nincs tojásfoga és a lábával kell kirúgnia a tojás falát, viszont teljes toldízben kell ki, és 1-2 hétre rá már el is tudja hagyni a fészket és áttérhet a magányos életmódra. Teljes felnőtt méretét mégiscsak 18-20 hónapos korában éri el. A kivik tápláléka változatos. Az étlapon lehetnek giriszták, csigák, bogarak, rákok, rovarok, gyümölcsök és bogyók. Állatkertben pelletekkel, vegyes zöldségekkel, speciális tápkeverékkel, lisztkukacokkal és gilisztákkal etetik őket. Az északi-szigeti barna kivi természetvédelmi státusza sebezhető a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján. A felnőtt egyedek meg tudják magukat védeni kisebb ragadozók ellen, de a fiatalok számára a legnagyobb veszélyt például a kutyák, macskák és a hermelinek jelenti, de a patkányok és a disznók is veszélyesek számukra. A fiókák 94%-a még a szaporodás előtt elpusztul olyan területeken, ahol nem végeznek ragadozók elleni védekezést. Az összesen 38.400 négyzetkilométernyi előfordulási területén 2000-ben a teljes populációt 35.000 egyedre becsülték. Országos vizsgálatok azt mutatják, hogy átlagosan a kivi fiókák mindössze 5%-a éli meg a felnőtt kort. Viszont ahol kézben tartják a kártevő ragadozók populációit, ott sokkal magasabb ez az arány. Például az Új-Zélandi Természetvédelmi Osztály, vagyis DOC, és az Állategészségügyi Hivatal által Tongariro Forestben 2006-ban végrehajtott közös, úgynevezett 1080-as mérgezési művelet elkezdése előtt 32 kivi fiókát láttak el rádiós nyakörvel. Ezeknek a fiókáknak 57%-a megérte a felnőtt kort. 1080-as keveréknek nevezik a nátrium-fluor-acetát vegyületet, amely kisemlősök számára súlyosan mérgező, és Új-Zélandon ezt használják a kártevők kiirtására. Egyfajta patkányméreg. A folyamatos kártevőirtás eredményeként a felnőtt kivi populáció Tongariroban 1998 óta csaknem megkétszereződött. A kivi Új-Zéland nemzeti jelképe. Habár már 1896 óta teljes körű jogi védelmet élvez, és nagy kiterjedésű érintetlen erdős területeken hoztak létre parkokat és rezervátumokat, számuk évente mintegy 6%-kal csökken. 2022-ben 11 északi-szigeti barna kivit engedtek szabadon Wellington déli partján 100 év hiányzás után, míg 2023 májusában további 50 kivi került ugyancsak Wellington dombjaira.
a kivi megjelenésében és viselkedésében olyan rendkívül madárszerűtlen, hogy néha tiszteletbeli emlősnek nevezik. Ugyancsak érdekesség, hogy a legtöbb madárral ellentétben az északi-szigeti barna kivinek két működő petefészke van. Ha tetszett a videó, nyomd meg a lájkot, és ne így álmosatlan kivi levet. A kivi gyümölcsre gondoltam. Ha az építési rész is érdekel, hamarosan feltöltöm a teljes videót is az építési videók közé. Légy feliratkozva, és jusson eszedbe, hogy te is támogathatod a csatornát és a további videókat, ha belépsz a tagok közé. Csatlakozz az Éjmadár Nightbird Discord szerverhez, ha beszélgetni akarsz növekedő állatszerető Planet Zoo játékosokkal. És látogass el a www.planetzoo.hu weboldalra, ahol híreket olvashatsz állatokról. Köszönöm, hogy megnézted! Én no horror!